Na sziasztok srácok! Én vagyok az a saláta aki nemrég elérte a száz feliratkozót, és nagyon szépen köszöni. <laughs> Igen, nem ez szokott lenni a beköszönés, de ez most egy special videó, és azért ez különleges lesz. Más, mint a többi. Szóval először is nagyon szépen megszerettem volna köszönni ezt a nagy számot, hogy ezt ilyen gyorsan elértük. Ez tényleg, ez így... baszta, ezt így nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz, mikor elkezdtem a videózást, én nem erre bárt, nem vártam, nem hogy így ennyien lesznek, azt hittem, hogy talán egy év után lesznek 30, értitek. De. három hónap alatt százat hát sát, mi van beletek? Ez így hogy? És amúgy egy, egy, egy oka van annak, hogy az ilyen későn jön, hogy hát, féltem megcsinálnom hogy ezt a videót. Féltem attól, hogy mikor ezt megcsinálom, leiratkoznak. És hát akkor ott van az a videó, de viszont nincs ott az a szám. 96-an lennének, értitek, és akkor ott van a 100 feliratkozós videó, és akkor azt mondjuk, hogy már előre megcsinálta. Pedig hát nem. Most láttatok egy screenshotot, srácok, hogy megvan a 100 feliratkozó, szóval jó, lehet photoshopolni, de hát nem, nem photoshop, jó? Szóval megvan, legalábbis egykor, amikor ezt megcsinálta meg volt, nem tudom, meg lesz -e. Remélem több lesz, nem kevesebb, de nem is húznám tovább a szót, akkor ugye a ígért kérdez fog most jönni. Úgyhogy akkor kezdődjön is el, úgyhogy vágjunk is bele. Az első kérdés kérdezi Henry a bártok. Hát van neki azért egy pár kérdése, azt be kell vallani. Szóval azt kérdezi, hogy miért a 2000 a neved? Az az én nevem. Szóval, hát ez igazából kapcsolódik az igazi nevemhez. Szóval lehet, hogy még nem kéne elmondani, de hát azért elmondom. Szóval az van, hogy csináltunk egy Facebook fiókot a de ugye kicsi voltam, és akkor még nem tudtam, hogyan kell Facebook fiókot csinálni, és akkor a Tesum csinálta nekem, és akkor úgy nevezett el engemet, hogy Benjamin 2000. És hát akkor onnan jött a 2000, a saláta az pedig onnan jött, hogy ugye van sajt, szóval ugye sajt 32, van uborka, ugye uborkraft, és hát akkor legyen egy saláta is, így azt gondoltam, mert hát most miért ne értek most. És akkor így jött így a saláta 2000, ezt a kettőt egybe raktam, és akkor saláta 2000, de amúgy gondolkoztam már más neveken is, hogy egyszer azt gondolkoztam, hogy legyen Blackraft, um, tudod, hogy meg ugye, hogy fekete, meg hogy Minecraft, de, de más content is lett a csatornám, és akkor az emlet, és egyszer gondolkoztam azt, hogy legyen az, ami a Minecraftban, ugye a Minecraftban volt a hogy Benny 2000 King, végül az se lett, um, azt igazából nem tudom, hogy miért. Hát nem az lett azt kész. Ja, mert, ja, mert elé még nem akartam, hogy tudjátok a igazi nevem, de amúgy a játékos nevem az volt, úgy, hogy ki lehetett logikázni. Öm, de most már hát, tudjátok a igazi nevem, de azért meg fogom majd válaszolni azt, hogyha valaki kérdezi, hogy mi az igazi nevem. Na mindegy, hány éves vagyok, srácok, Na várjátok, erre, erre a kérdésem, most kicsit fel akarok menni a YouTube-ra, srácok, mert hát volt valami egyértelműség, egy videómban már elmondtam, és hát mindegy, lássátok ti is így bocsánat azért, hogy laggolok. Na srácok, akkor itt is vagyok a Youtube-on, csak gyors átrakom a facecam a másik oldalra, hogy lehessen látni a másik énemet is. Na és akkor, akkor ebbe nézzünk csak bele, hogy hallgassátok srácok. Szerintem, hogy Nem srácok, nem vagyok 16 és 18 között, ahhoz még kéne egy év. Ó, baki, most... Ó, elmondtam, hogy hány éves vagyok. Mondjuk, nem titok. Pandákat szeretem-e? Ja, srátok, és akkor kaptam ez a videó alá egy ilyen kommentet, ne hogy meg nem azért mondom, hogy ja, szóval csak mondom, hogy, hogy hát jobban meg kellett volna nézned a videót, Egy gyömörő Rafi. Na szóval, kaptam egy ilyen kommentet, hogy hello, hány éves vagy? Ez a videó alá, ahol elmondtam, hogy ki lehet logikázni, srátok. Igazából csak annyit kellett volna csinálni, hogy kivonod a 16-ból az egyet, srácok. Az mennyi lehet? Azt a. 16-1, srácok, nem tudom, ez, ez nehéz feladat. Nem, nem, hát, srácok. Szerintem most már a legtöbb rájöhetett, aki ki tudja ezt a nehéz feladatot számolni, hogy mennyi 16-1. Na hát, 15 éves vagyok, srácok, nem tudom, hogy ezt kinéznétek benőlem. azért, azért írjátok le a kommentbe, hogy mennyinek satszoltatok, hogy hány éves voltam. Mondjuk ezt lehet, hogy akkor kellett volna mondanom, amikor még nem árultam el, mert akkor könnyebb satszolni. mert hát így most már tudjátok, hogy mindenki azt hogy írja, írni, hogy 15. Na mindegy. Vagy lehet, hogy senki se ír semmit, mert nem nézik meg ezt a részt a videónak. Na mindegy, akkor szerintem legyen a következő kérdés, ugyanúgy még mindig Henrietta bártoknál tartunk. Öm, ugye itt, itt itt láthatjátok szerintem a kérdés mindig, amelyik éppen van. Még egyszer elnézést, hogy laggolok, csak most hát nem jó a gépem. Na. Öm, mi az igazi nevem? Na hát ugye gondolom azt hihetitek, hogy Benjamin az az Benny a nevem. Hát az egész nevem az az, hogy Utri Dávid Benjamin. Ez az igazi nevem, srácok. Szóval akkor Dávidnak kéne hívnotok, srácok, de mindenki úgy hív engem, hogy Benny. Hát ennek hosszú a sztori, ezt most nem fogom elmondani, mert ez inkább privát, hogy miért a másik nevemben szólít mindenki. De hívjatok csak Beninek, jó? Szóval Benny vagyok nektek, szóval hívhatok Salátának, Salátak kérdezenek Beninek, ahogy akartok, csak hát a Dávidot amúgy nem szívesen hallom, de az is jó. És útria a neve, amúgy az nekem tökre tetszik az a név, hogy ugye you try angolul, hogy te próbálkozol, hogy Ugye próbálkozó, ja. Na mindegy, legyen a következő kérdés, ami nem más, mint hogy miért videózol. Azért videózok, srácok, ennek az volt az oka, hogy régebben jó, jó voltam a játékokban, srácok, amikkel játszottam. Hát, most már valahogy nem vagyok annyira jó, mert az volt, hogy a PS-en játszottam mindig Minecraft-tal, és az tök jó voltam, és meg akartam mutatni a skillemet, srácok. Meg mindig szoktak bagok történni és akkor így játékokban, és akkor azt így szomorú vagyok, hogy azt nem vettem fel. És ezért akkor azt gondoltam, hogy akkor csinálok egy Youtube csatornát, ahol mindent felveszek, azért van az a Brawl hogy inkább timelapse ezek, mint hogy kivágjam, hogy ha esetleg valami történik a timelapse-be, az kamerán legyen. Hogy majd vissza lehessen nézni, hogy azt, amit csináltam. Amúgy remélem tőle, így a videó, hogy ennyire laggolok, na mindegy. És Na várjatok srácok, megpróbálom megoldani ezt a problémát, hogy ne lagoljak ennyire. Na srácok, most elvileg jobbnak kéne lennie. Ö, ugyanúgy lagol, nem ért semmit. Na mindegy, de csak jobb most már, nem? Ö, na mindegy, akkor szereted Rolixot, ha valaki nem ismeri, az egy másik videós, nem légy el a száz ezer feliratkozót, én meg a száz feliratkozót, ez, ja, mind a ketten szerintem nagyon örülünk neki. Hát az egy jó videós, srácok, én büszke vagyok rá, ő nagyon jó kontentent csinál igazából, és fiú létemre, és 15 éves létemre be kell valljam, hogy az, a montázs, amit csinált srácok, meg az a nostalgia én tényleg elsírtam magam, hogy egy, egy csávó egyszerűen nem adta fel három, hát, úgymond 6 éve, mert volt a másik csatornán és 6 éve küzd azért, hogy elérje ezt a számot és végre elérte neki, volt Rolex, ha ezt nézed, nem hiszem, hogy nézed, de ha ezt nézed, akkor nagyon-nagyon gratulálok, büszke vagyok rád, hogy ezt végre elérted. Remélem én is elérem valamikor, de az még valahogy nagyon messzinek tűnik. De ha még nem viratkozottál volna fel, akkor iratkozz fel, hogy egyre hamarabb elérjük. Hát, az nem a század, mert az még tényleg nagyon messze van, de a százat. Na, következő kérdés. Ki a példaképed? Azaz, ki a példaképem? Hát, ö... Ki a példaképem? Igazából srácok, nekem nincsen igazi példaképem, szóval sok ember, szóval így sok emberektől veszek inspirációt, szóval valahol e ezt a csávót kérdezem, valahol meg azt, szóval hogy hogy így az, nincs olyan, hogy egy csávót teljesen így olyan akarok lenni, mint ő. Ugye vannak ezek a nagyobb youtuberek igazából, akkor azt mondanám, hogy Benny Povad, de amilyen videókat mostanában csinál, jó-jó videókat csinál, csak ritkán értek, hogy talán két havonta videó, vagy talán egy havonta, hát nem tudom, srácok. Ilyen videós nem akarok lenni, szóval a régi Benny Pova, azaz a régi Lucky. Ez, 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 az akarok én is így lenni, hogy a, amilyen videókat ők is csináltak, ugye. Na, viszont akkor, szóval, ja, szóval akkor mondom azt, hogy Lucky meg Benny Pova, de a régi Lucky meg Benny Pova a példaképem. Na, szóval a következő kérdés, van barátnőd, ha van, hogy hívják? Öm, hát nincsen barátnőm, de azért van egy lány, akivel alakulgat valami. Egyelőre nem akarnám elmondani a nevét, hanem csak akkor, hogy ha tényleg ő van, amúgy német. Öm, nem tudom, van egy olyan kérdés ebből a videóban, hogy lesz -e, hogy hol lakok, de Német, mert amúgy Németországban lakok, amúgy ezt is elmondtam abban a videóban, ahol kérdezik, hogy hány éves vagyok, pedig elmondtam. Nem is szóval Németországban lakok, és hát ezért egy, ugye egy némettel jövök össze, remélem, igazából nem tudok semmit. Ha összejövök, akkor elmondom a nevét, és hát talán lesz egy videó, sajnálom, hogy egy olyat, hogy tanítjuk magyarul, vagy ilyesmi, de valamit kitalálok, nap. Szóval, következő kérdés. Mi a kedvenc kaját? Hát ez eziből rá tudom vágni, a pizza, srácok. Szerintem ez mindenkinek a kedvence, de tényleg a pizza a kedvencem, srácok. Ez egyszerűen finom, igaz, hogy talán gusztustalna, amit csinálnak vele, mert sokan mutatták, hogy így beleesznek, meg a szakádok belehullik, meg minden. De hogyha ezekben nem gondolt bele, akkor tök finom. De viszont, hogyha ezt ki kéne zárni, mert amúgy ez mindenkinek a kedvence, akkor azt mondanám, hogy a strapacska mert hát az tényleg nagyon finom. Nem tudom, sokan ismeritek-e, ha nem, akkor írjátok be a google ba hogy strapacska, most itt leír, itt valahol megjelent, hogy hogy kell leírni. Na mindegy, akkor következő kérdés. Meddig szeretnél videózni? Hogy meddig szeretnék videózni, srácok, azra az a válasz, srácok, hogy addig, amíg meg nem halok igazából. Szóval a számoljátok már, ki mennyi videó lesz, hát mondjuk nem tudom, hogy mikor halok meg, az is lehet, hogy holnap. Amúgy most veszem észre, semmit nem ért az, az amit csináltam, ugyanúgy laggolok. Na mindegy. Szóval én tényleg addig szeretnék videózni, amíg meg nem hallok srácok, mert elértem a 100 feliratkozó srácok, most már pláne nem fogom abba hagyni srácok, hogy ilyen gyorsan. És azt mondanám, hogy legyünk többen srácok. Én igazából lehet, hogy ez furán hangzik, ilyen kis videóként videósként, pedig még a nagyok se tudnak megélni belőle, de meg akarok élni a videózásból, srácok. És hát, hát ez addig fogom csinálni, amíg meg nem belül, meg nem élek belőle, de srácok, ne hogy ez is csak a pénzért csináljam, mert srácok, esküszöm, hogy minden hónapban jönne sorsolás, nem tudom, valamit biztos sorsolnak talán egy telót, vagy talán nem tudom, Google Play-t, vagy ilyesmi, hogy biztos, hogy jönne mindig sorsolás, srácok, hogyha megélnék a YouTube-ból, srácok, mert hát az, jó, azért nem igérem meg, srácok, mert el szoktam felejteni az dolgokat, amiket ígérek. De, srácok, tényleg az... A legnagyobb, leg, tényleg a legnagyobb álmom válna valóra, hogyha ebből élni És ez igazából rajtatok múlik, srácok. Igazából én, én, csak itt csinálom a videókat, srácok. De ti döntitek el, hogy megosztátok-e a videókat, és hogy feliratkoztok-e, srácok. Szóval igazából tőletek függ minden, srácok. Tőletek függ a jövő, úgymond. mond. Hája, hát mondjuk, hogyha nem jön össze, akkor megyek dolgozni, az cső. Na mindegy. Következő kérdés, ez már nem Henrietta Bart... Henrietta... Henrietta Bartóktól van. Vagy eddig az egész végig azt mondtam, hogy Bartók. Ú, bakker, elnézést, akkor Henrietta Bartók. Öú, most jól mondtam, remélem, szerintem azelőtt nem jól mondtam. Na mindegy, Henrietta Bartók. Öm... <laughs> elnézést, szóval... Ja, ez volt az összes kérdés, remélem most már nincsen kérdés, amit kiadtál volna, mert mint ahogy látom, igazából szerkesztve van a, ugye, a kérdésed, szóval szerintem még valami elfelejtés, amit gyors beírtad. Na, viszont akkor jöjjünk a következő kérdéshez, az az, hogy mi a kedvenc játékod, hát a kedvenc játékom az a Minecraft, arról van a legtöbb videó a csatornán, nem tudom, hogy e az a kedvenc játékom. És régebben, srácok, Régebben, amikor uh, nem volt gép, nem, de nem volt régebben gépem, srácok, S, ugye saját gépem, szerintem nem mindenki úgy születik, hogy már van saját gépje, hanem ha majd csak idősebb, az akkor ez szerintem gépje, és akkor a Bentis volt, volt egy ilyen bentízes játék, amit amúgy olyan 10 perc alatt ki lehetett játszani, de én annyira elszórakoztam vele, hogy kiskoromba, nagyon tetszett. Szerintem egy ilyen kis ja a kis így most bevágok a játékról hogy miről is szól így Ja, de viszont akkor Krisztán Kovácsnak van még egy kérése, még pedig nem más, hogy van csajod. Ugye, mint ahogy már mondtam, ezt már egyszer megválaszoltam, nincsen, de azért alakulgat valami. Na, viszont akkor menjünk a következő kérése, ez Bomber Csongár kérdezi, hogy miért kezdtél el videózni, gondolom miért, nevet sértésnek, na, szóval miért kezdtem el videózni, hát azért, hogy, hogy sikeres legyek, hogy, hogy igazából az van, hogy, ja, hogy ugye hogy megmutassam nektek, srácok, dolgokat, amit, amit, így, szóval az volt, hogy csináltam dolgokat, és azt így meg akartam osztani másokkal, mert ugye magamban csináltam dolgokat, és akkor tök szomorú voltam, hogy azt, így ezt elértem, például egy játékban, vagy csak úgy valahol, és akkor így nem vettem fel, és ezért, ezért, srácok, ezért kezdtem el videózni. Mert van cél, van egy célom, srácok. Hát igazából jó, három oka van, srácok. Egyszer az, hogy ebből akarok megélni, Másodszor az, mert sokan mondták, hogy csináljam, és nekem is tetszik. A harmadik meg az, hogy ugye jól tudok vágni. Azt mondta, nem tudom, nem tudom mi a harmadik igazából. Na mindegy. Szóval remélem megválaszoltam ezzel a kérdésedet. Jön a következő kérdésed, ugyanúgy Bomber Csongertől. Mi a rendes neved? A rendes nevem az az, hogy Udri David Benjamin. Ezt már kérdeztem. A herriet a bartók. Így ejtik a neved, remélem Ö, remélem nem lesz túl ez a videó. Na mindegy, akkor a következő kérdés az az, hogy Mi a kedvenc időtöltésed? Az a videózás, srácok, abba... Abba próbálok a legtöbb időt fektetni, én tényleg nagyon imádom ezt a videózást, srácok. Öm, ja, és ugye, hát ez a kedvenc időtöltésem, csak az a baj, hogy Kevés időm van rá. <laughs> ez a kedvenc időtöltésem, de mégis erre kevés időm van, mert tanulnom, meg hát jó, most nem fogom elmondani, mit szoktam csinálni, mert azért hát van magánéletem életem, srácok. Um, de azért azt elmondom, hogy szoktam menni vécére, meg kajolni, Na, De az, az igazából az hamar megvan. Na, viszont akkor következő kérdés, melyik a kedvenc játékod? De jó, a kedvenc játékod. Um, szóval melyik a kedvenc játékom? az pedig nem más, mint a Minecraft, ezt nem tudom, hogy már mondtam ezt, szerintem már mondtam, igen. És akkor jöjjünk a következő kérdésre, Ú, uh, nem is mondtam, hogy amúgy kitől van ez a kérdés, ez by Armin G, nem tudom, hogy hogy kell by Armin G, vagy ilyesmi, nem mindegy. Szóval ő kérdezte, ugye, hogy szeretsz videózni, meg a előző kettő kérdést is ő kérdezte. Szóval szeretsz videózni, hát imádok videózni, srácok, hogy amikor így dolgozok vele, hát jó, vannak összedobott videók, amik csak úgy egy perc alatt vannak, az, azért annyi nem, azért egy óra minimum, vagy kettő, de azért csak úgy gyorsan megcsinálom. De vannak, aki, amikkel sok munka volt, például a Spani My Life és Nimroddal abban nagyon-nagyon sok munkát fektettem srácok, és nagyon-nagyon sok időt, és aztán örültem, hogy annyira sok vissz, jó visszajelzést kaptam, és azért, hát van egy kis ilyen izéje, hogy hogy ugye eléggé fárasztó, hogy eléggé sok munka van vele, de aztán ezek a jó visszajelzések, ezek a lájkok, meg a pozitív kommentek, ezek így, ezek így bátorítanak arról, hogy ne hagyjam abba, hogy csináljam tovább, ne azt nézd, hogy mennyien vannak, hanem azt, hogy vannak. Vannak, akiket érdekel az, amit csinálok, és ezért nem fogom sohasem adni, még ha se száz marad, srácok. Akkor száz embernek videózok, és akkor mi van? Értitek, srácok? Szóval Tényleg, srácok. Én, én szeretem a videózt, sőt, imádom, srácok. Én nem akarok más csinálni. Tényleg, mint ahogy már mondtam, ebből akarok megélni, srácok. De azért ez, ez azért, hát, ezért ez egy eléggé nagy dolog, hogy ezt így akarom. Na mindegy. Akkor az utolsó, utolsó előtti kérdéshez jövünk most ebbe a mai videóba. Az pedig Spani My Life-tól jött, ugye, őt szerintem ismeritek. Hány éves vagy? Hát ezt már mondtam, 15 hát sajnos, ugye, amúgy ő kérdezte meg legelsőnek, ő adta ugye a legelső kérdést, szóval ő írta a legelső kérdést, hát mégis megelőztek úgymond ebbe a videóba, a legújabbakat mondtam legelsőnek, na mindegy. Szóval ugye hány éves vagy, hát 15, igen, spanyolás kérdezte, Köszönöm amúgy az összes kérdés, viszont most jön az utolsó kérdés Máti Utritól. Ez azért ki lehet követni. Következtetni, hogy családtag, mert ugye engem is úti Dávid Benyaminak hívnak. Ugye Máté Utri azt kérdezte, hogy miért családtag 2000 a nevem. Ezt már elmondtam, azért mert már van sajt, meg uborka, és akkor legyen saláta is. A 2000-be gondolj, hogy ugye az volt a Facebookon az e-mailem, hogy benjamin 2000 kukazgimailhu Na, és miért kezdtem el videózni? Ezt szerintem már megválaszoltam. Igen, Bomber Csonger kérdezte, miért kezdtem el videózni. Hát, ja, hát meg akartam mutatni nektek, ugye, hogy ugye, így az életemet. Nem akartam bezárva lenni, bezárkózva, hanem így meg akarom mutatni, hogy mit csinálok. És meg akarok boldogítani ugye embereket, hogy, hogy azért ne azért nézzétek meg, hogy én azt akarom, hogy nézzétek, nem azért nézzétek, mert ti is akarjátok, hogy nézni, értitek, hogy, hogy, jó videókat akarok csinálni, nem az, hogy csak random ilyeséget felrakok, és akkor nézzétek már meg, hanem igazából szabad akarat van, ugye az Isten is szabad akaratot adott nekünk, de viszont akkor már ez a videó nem ennyi lett volna, mert még a Minecraftba egy meglepetést mutatott nekem az egyik barátom, úgy hívják, hogy Gergő, Um, és hát akkor még azt nézzétek meg, szóval akkor most megyünk is oda. Na srácok, itt is vagyok a Minecraftba, és kíváncsi vagyok, hogy mi vár engem. Tudom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon laggol most a játék, hogy miért laggol ennyire, mert feljebb vettem a csánkokat, mert az, amit most mutatni fog nekem a Gergő, úgy hívják ezt a Csáót, aki ez most itt valamit csinált nekem, ez ja, azt mondta, hogy vegyem fel a csánkot, mert amit mutat nekem, az kell fog, csánk, nagyobb csánk. <laughs> <laughs> És hát azért aggolok most, remélem azért eltűrhető lesz. Na, akkor, Gergő, hol vagy? Itt vagyok. Itt. Na, hello. hello. Hát akkor vezess oda, ahol mutatni akarsz nekem valamit. Mm, Na no. Van nekem egy krumplim És az csak azért, mert nincsen uh, Nincsen Saláta a Minecraftban Na, no, ide üljek le Oké, okay, leültem És most mi lesz? Nem is látok innen semmit, mert ez a kettő eltakarja akarja. <coughs> uh, jó, van, akkor találkozunk, hogyha a Gergózott egy csákány. Én megvan. Na. De akkor kifele. Na ezzel megbúnánk. Igen, na. Valami muzsika lesz. Kíváncsi vagyok. Srácok, remélem ti is. Na nézzük. Um, nem igazán... Gondoltam, akkor le, pont az ezt. Wow. Na még egyszer? Te hangot most, De a nézzük jobban. a Oké, okay. na mondjad! Ah. De ez jó zene. Ez ismerem, csak sajnálom, hát ez ciki lesz, nem tudom a nevét. De, de ez jó zene, ez tetszik, hogy ezt, ezt, csináltad. Ez, ja, ez tényleg egy jó zene. Ezt szoktam hallgatni, a videóimban nem szoktam bevágni, de ez, 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 a kedvenc zeném közé tartozik. De igazából nem ez a kedvencem, de azért, azért, azért köszönöm szépen. Na. Akkor ennyi, ezt akartad nekem mutatni? Igen, látom azt a falat. Na akkor ülj le ide. Oké, okay, ide. Oké, okay, leültem. Most... Csak ilyen... Tehát Én ez egy... Tehát ez egy... Igen. Na kigáncsi vagyok. Jó, várj, creeper. <laughs> Vassza, és ott van a gyönyörű szép szám, srácok, ott van rá is zoomol. Engedi a -e? Ja, nem engedi az, nem lehet zoomolni, srácok, most nem a mesterem mc vagyok fent. Hát, de ott van, srácok, a videón belül rá zumolok, szóval ott van az a száz, srácok, nagyon szépen köszönöm, de azért félek, hogy ügyel kevesebb lesz, de egyszer elértük, akkor most már most ünnepeljük, most használjuk ki, hogy most még megvan a 100 ha ezt látjátok. De én azt javaslom, hogy ne álljunk meg, strátok. Haladjunk tovább, srácok, nem? Legyen meg a 110, meg a 120. És a végén talán még a 200. Hú, ez, ez nagyon nagy számnak hangzik. Alapból már a 100 nem gondoltam volna, hogy, elérem. Alapból, hogy ilyen gyorsan elérem. Hát kevesebb, mint három hónap kellett hozzá, hogy ezt elérjem. Szóval... Durvák vagytok, srácok! Nagyon szépen köszönöm! De mondom, akkor haladjunk tovább, srácok! Ja, a cél a 200 lett most. Na, valamit még akarsz mondani, vagy ez volt az? Hát, szerintem ment volt, Oké, köszönöm, akkor. Ez csodálatos volt. Na, srácok, és akkor a videó végére még nyomok ezen a szerveren egy láda kinyitás, így openinget. Még mielőtt meghalok srácok, mert uh, ja. Van 19 kulcsom, és ezt most ki fogom nyitni. Juj, de hangos! Itt azért közben állítgatom, srácok. Remélem most <laughs> jó lett. Em. Um, nyitottunk egy ilyent, oké. Okay. Um, jó, nem tudom mit lehet ezzel igazából kezdeni, egy kaja jó lenne srácok, ha nyitnánk egy kaját. Ó, szerintem ez még mindig túl hangos, hogy lehet ez így, ilyen hangos? Na mindegy. Nem mi lett lehet, oké, okay. egy Ender chest, na az, az nem is olyan rossz. Na nézzük akkor még miket nyitunk, még ebből a 19 kulcsból. Egy, nem, nem diakant. Na mi lesz, oké, okay. egy nyereg, azon majd tudunk uh Ja, lovagolni. De igazán nem tudom, milyen lovagolásnak mondják, hogy a szamáron is lehet. Na, még olyan sok ideig tart. Ó, na, ez, ez jó, ez nem hogy lehet dobálni emberkéket. Na, én nem hiszem, hogy sebződnének. játékosok, Mondj már. Jó, egy kart. Egy diakard, ugye ja, ezt előbb nem pörgettem ki. Na, és egy balta. Na, most mi lesz? Egy, egy csengő, oké, okay. és most mi lesz? Egy ender sárkány fej. Amúgy olyan sok ideig tart, amíg kipörgeti, hogy, hogy ez ki kell vágnom a videóból. Jó, még egy üllő. Mm. egy ilyen... Nem tudom mi ez, rátok írjátok meg a komment szekcióba, hogy tudjátok mi ez. És még egy ilyet kaptunk, ami nem tudom mi ez, az tök jó. Oké, okay, még egy nyerek. Azért annak örüljünk, azért több pacink is lehet. Még egy ilyen, ma három ilyenünk van, nem igazán értem, hogy mi ez, de már van belőle három, jó. Miért ne? Egy tojás? Egy, ö, mi annak a neve? Egy teknős tojás. Na, no, az érdekes. Feletté érdekes, jó. És e, már ma négy ilyen, nem tudom mi a srácok, mi ez? Na mindegy, most már van belőle négy, jó van. Jó az. És még egy diabalta. Oké, okay, az úgy három. Na, még most valami Tök fullos, például kaját vagy páncélt, na. No. Potik? Hát, végülis nekem nulla XP van, úgyhogy hasznos lenne. Te srácok, kajja kell nekem! 32 krumplit, add már ide na. Na Krumplit! Krumpli! 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 És nem, ez mi? Obsidian, jó? Obsidian. És az utolsó, srácok, mi lesz az utolsóban? Na, nézzük, és... Doppergés. <coughs> és kaja! Végre! Krumpli, srácok, krumpli! Ezek körülök a legjobban, tényleg, srácok. Ez, ez a kedvenc ételem a Minecraftban, srácok. De nincs van! És most végre fel tudom tölteni a kajámat. És most full szívem van. Na, várjatok srácok, akkor beírom azt, hogy slash home. És így akkor hazajutok, kettő másodpercen belül, és itt is vagyok, itt az van, hogy ez az én, öm, hát itt, itt, itt szoktam mindig leugrani, hogy megöljen magam, mert itt van egy olyan szerver, úgyhogy ha sebz, sebződsz, ugye leesel is úgy sebződsz, akkor kapsz érte ilyen akrobatik pontot, és hát azt, azt szoktam ott fejleszteni, és ott mindig sokszor belealok. Na viszont most berakjuk ezt biztonságos helyre, itt sosem fogja senki se kivenni neked a dolgokat. És amúgy ez ez azért van itt, mert már egy kulcsot elhasználtam, és abból ezt nyitottam. Ja, ezt akkor tisztázni akartam, srácok, akkor remélem tetszett ez a videó, ez így van mindenképpen élesztétek egy lájkal, és osszátok meg a barátaitokkal, és ne felejtsetek el feliratkozni, de akkor találkozunk egy következő videóban, viszlát és helló! És köszönöm a 100 feliratkozót!